Tamás Éva és zenekara szórakoztatta a kicsiket a Zsolnai negyed Herkules műhelyében különleges alkalomból. A foglalkozásvezető egy 15 éves vágya teljesülhetett most be, hiszen Down-szindrómás és épp gyerekek közösen vettek részt a programon, amely a Farsang köré épült. A Pécsi Down alapítvánnyal már több ilyen és ehhez hasonló rendezvényt szerveztek meg, mindet ugyanazzal a céllal. Sajátos nevelési igényű kisgyerekek és épp kisgyerekek együtt lehetnek, a szülők is találkozhatnak egymással, és megpróbálunk már gyerekkorban egy olyan kapcsolatot, egy olyan kapcsolódást kialakítani a gyerekek között, hogy később a felnőtt életükben egyáltalán ne jelentsen nekik problémát az, hogyha mássággal vagy másfajta emberekkel találkoznak. A farsangi mulatságra válogatott dalok nagy részét már a résztvevők is ismerik, és Évával együtt énekelték. A koronavírus miatt nehéz helyzetben voltak a szervezők, hiszen korábban nem lehetett ilyen programokat tartani. Tamás Éva szerint már a szülők és a gyerekek is várták a közös rendezvényeket. A farsang erre egy jó apropó volt, természetesen egy korlátozott létszámmal, tehát nem egy nagy koncertet képzeltünk el, inkább egy ilyen családias találkozót, ahol a gyerekek beöltözhetnek, megélik a farsang örömét, bulizhatnak egyet, kézműveskednek, esznek, isznak és jól érezzük magunkat együtt. A foglalkozáson kicsik és nagyok, szülők és nagyszülők egyaránt jól szórakoztak, a koncert után pedig gipszből készült figurákat festhettek a kézműveskedni vágyók.